Nehéz évre számítanak a gazdák, a szalmás gabona nem kelt ki, a korai fagy miatt pedig sok helyen a szántásra is csak tavasszal kerülhet sor, ugyanakkor a tej, illetve a marha és sertéshús ára is alacsony. Cseh Imre kevelei gazdaportáján az élet nem áll le télen sem. Az állatok körüli teendők szinte az egész napot kitöltik. A föld szerencsére pihenhet a hótakaró alatt. De ez nem jelenti azt, hogy nincsenek gondok. A sertéseknek nincs keletje, a tejára rendkívül alacsony, és ezzel a sornak nincs vége. Nem tudtak a gazdászok ezt szántani. Korán lefagyott a föld, sok eső volt abba kifolyólag is, és hamar kifolyott a föld, és nagyon-nagyon sok föld nincsen megdolgozva, megszántva, előkészítve a tavaszi munkálatoknak. És az, mikor a tavasz a szánt meg, akkor az, ha a szároság van, idő van, akkor kiszárad, és nincs olyan termés. Ez, 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 affektálja körülbelül 70%-át a, a termésnek. A gazdák támogatási igénylést adhatnak le az ápiánál. Bordika Csózsolt azt mondja, a konkrét összegekre február közepén derül fény. Amit mondhatok az, hogy a juhoknál is, a, szarvasmarhánál is a támogatás az átmeneti nemzeti támogatások érvénybe lesznek, tehát 2020-ig lehet rájuk kérni. Most az átmeneti nemzeti támogatásoknál arra lehet számítani, hogy a támogatások csökkennek, viszont a termelés függő támogatás, vagy a termeléstől függő támogatás attól ki, hogy mondja ott megnőni fognak a támogatások. Most itt meg kell mondani, hogy az állatlétszámtól függően, mert ugyebár van egy plafonösszeg, amit eloszták mindig az állatlétszáma. Egyes mezőgazdasági szakemberek úgy vélik, amennyiben 2020 után megszűnik az ápia támogatás, az állattenyésztési ágazat csődbe juthat Romániában.